Megváltoznak a gyermekgondozási díj jogszabályai 2016. január 1-től. Alapvető változások a biztosítási jogviszonyban következnek be. Eszerint a gyermekgondozási díj összegének meghatározásánál azt veszik figyelembe, miszerint a jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban rendelkeznek-e, a jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számítva 180 naptári nap jövedelemmel. A kismamáknak ez alapján számolják ki a gyedet. Abban az esetben, ha a kismama 180 naptári nap jövedelemmel nem, de legalább 120 nappal rendelkezik, akkor ennek a tényleges jövedelme alapján határozzák meg a gyed összegét. Akkor, ha 120 naptári nap jövedelemmel sem rendelkezik, azt vizsgálják az igénylő, a jogosultság kezdőnapját megelőzően rendelkezik-e 180 napi folyamatos biztosítási idővel, ugyanis ha legalább 30 napnyi jövedelme van, akkor ez alapján számolják ki a jogosultság összegét. A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, vagyis 168 nap lejártát követő naptól határozható meg. A gyermekgondozási díjat a szülést, valamint a jogosultság kezdetét megelőző 2 éven belüli időtartamra igényelhető, legfeljebb a gyermek második életévének a betöltéséig jár.